csapat a Bolton Wanderers elmozdult új az angol labdarúgó élvonal másodvonal, másodvonal aljáról, ám sérülése után még nem került vissza a kapuba, miközben a válogatottnál ott volt a keretben, de végül nem ő védett. Bogdan Ádámat most arról is kérdezzük, hogy milyen lesz számára a Boxing Day, ami az angolok hagyományosan futballal ünnepelt karácsonya. Ádám itt van velünk a vonalba. szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia! Ádám, benne van -e esetleg a szerződésedben, hogy Boxing Day környékén nem kell pályára lépned, vagy inkább most annak örülnél, hogyha azt kötötték volna ki, hogy kötelező ünnepeken beállítani a csapatba? Hát inkább most a másodiknak örülnék, de, de lesz elég meccs, hiszen, hiszen 26-án és 28-án is pályára lépünk, úgyhogy elég sűrű lesz a, a karácsonyi tempó, ugye az egymás után két, tulajdonképpen egy pihenő nap után jön a második meccs, de, de az tény, hogy tényleg annak örülnék, hogyha, hogyha pályára léphetnék. Miért nem sikerült eddig visszakerülni a kapuba? Ugye kizárólag Andy Lonergen jó teljesítménye a magyarázat erre? Abszolút. Tehát ö, én mindig elmondtam, hogy egy nagyon, nagyon jó kapusról van szó, szóval aki, aki igazából talán azért nem vélet, mert, mert, mert én, én, én a kapuba, és én én, én, én jól védtem. Most viszont kihasználta azt a helyzetet, ugye, hogy megsérültem, és kiválóan teszi a dolgát. Ráadásul a csapatnak is jól megy, hiszen, hiszen elmozdultunk ugye a elég rossz uh, kezdés után a kieső helyekről, és, és, tulajdonképpen az utolsó hat, hat mérkőzésen beretlenek vagyunk, amiből három mérkőzést nyertünk, három döntetlen. Uh, utóbbi három egy nem is kaptunk gólt, tehát tulajdonképpen nem, nem, nagyon van oka, oka váltásra, úgyhogy igazából nekem annyi maradt, hogy, hogy edzésen próbálom bebizonyítani, hogy, hogy esetleg bármilyen oknál fogva úgy alakul, hogy, hogy bevetésre kell mennem, akkor, akkor jó formában legyek. Na most a kapus nyilvánvalóan védeni szeret, és ráadásul egy olyan kapus vagy, aki sokat szokott védeni, és kezdő kapusként éli az életét. Hogyan kezeled most ezt a helyzetet, hogyan éled meg? Okoz-e benned türelmetlenséget, toporgást, frusztrációt, szóval mi az ellenszered erre? Hát persze, azért nem, nem egyszerű feldolgozni, de. Uh, nyilvánvalóan alapvetően, alapvetően, azt tudnék, és ezt el kell fogadni szerintem uh, minden kapusnak, ugye, hogy, hogy uh, nem, 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 azért nem védek, mert, mert, valami nem, nem csinálok, nem jól a dolgomat, vagy nem, nem, úgy teljesítettem, egyszerűen a másik kapus, aki lehetőséget kapott, él, a le, él a és jól teszi a dolgát. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne vágynék arra, hogy védjek. Az, hogy mi a, mi a megoldás, azt szerintem egy picit még, picit várni kell, és remélem, hogy, hogy ki, ki tudunk találni valami olyat, ami, ami mindenkinek megfelel. Ez, ez lehet, hogy erre majd hamarosan, nem tudom, sor kerül, de, de egyelőre, egyelőre arra próbálok koncentrálni, hogy a boltomban. Ha ez nem fog, nem fog bekövetkezni, nyilvánvalóan nem, nem ideális a helyzet meglátjuk, hogy hogy, 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 mi lesz, -e. de, de az első számú prioritásom az az, hogy a boltomban visszaverekedjen magam. Ö, az, a holdpontról való elmond, elmozdulást azt már te is említetted, innentől kezdve, hogy nagyjából kizártnak tarthatjuk, nevezhetjük, főként te látod belülről, látod az ellenfeleket, azt, hogy a boltonnak kiesési gondjai legyenek? Én azt gondolom, hogy kizárt, igen. Tehát uh -huh. ahogy, ahogy edzünk, ahogy tesszük a dolgokat, ahogy látom a meccseken, Amilyen teljesítmény nyújtunk, amilyen tempóban játszunk, én azt gondolom, hogy ez kizárt. Amire tudunk fejlődni, az, 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 az továbbra is az, amit régebb óta mondok. Tehát én azt gondolom, hogy a védekezés, meg az, a csapatnak a védekezés az, az, az összeállt, jól tesszük a dolgunkat. Én, én elől talán a kevesebb helyzetből is tudnánk több gólt szerezni, akkor, akkor biztos, hogy előrébb tudnánk tartani, de, de, de azt gondolom, ez is fog jönni. Nyilvánvalóan fontos, hogy, hogy, hogy ki tudunk igazolni, hiszen azért most a csodáraink közül majdnem mindenki sérült, úgyhogy, úgy, hogy nyilvánvalóan lesznek szerintem változások itt januárban biztos hogy, benne, hogy megpróbálnak valakit igazolni. Ha az jól sikerül, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy biztos, hogy tovább, tudunk enni és följebb menni. A cél az továbbra is az, hogy, hogy megpróbálj odaérni a hatodik helyre, amit tudom, hogy egy hogy így helyezésben egy kicsit messzinek mint uh -huh. azért pontokban már nincsen olyan messze, és uh, ehhez az a legfontosabb, hogy nyerjük a meccseket, ahhoz meg az kell, hogy a védekezés mellett, ugye, ugye akár, hogyha kevés helyzetünk van, akkor is uh, gól tudjunk rúgni. Na most ugye jön ez a bizonyos Boxing Day, milyen ilyenkor a hangulat az angol pályák környékén? Te például szereted -e ezt a korszakot, ezt amikor ugye a télapon kívül jön hozzátok a Blackburn, ahogy említette, aztán a Huddersfield Townhoz mentek két napra rá, feszített a tempó, meg egyáltalán, szóval szereted -e ezt, a, ezt az időszakot? Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen igen, tehát azért ez, ez, egy érdekes történt, hogy a család az, az kínálsz karácsonykor, ahogy, ahogy szoktak, tehát az is megadja ugye a, a, a specialitását. Eközben, eközben, nyilvánvalóan, tehát a meccseken kívül azért, azért van edzés, meg, meg a meccs, meccsekre úgy kell készülni, ugyanúgy hotelben vagyunk, tehát, tehát azért nem, nem feltétlenül ideális a, a, a történet, de, de megvan a külön hangulata nyilvánvalóan, tehát mindenki azért, a, aki a szurkók meccse, nagy részük ugye az, az szabadnapos, tehát egy, vagy az ünnepi hangot az abszolút megvan, ugye beöltöznek télapónak, meg, meg különböző figurának a leláton. Tehát jó, abszolút jó, jó a hangulat úgyhogy tulajdonképpen, tulajdonképpen szeretném, igen. Ádám, ha játszottál volna felépülésed után Dárdaipán válogatottjában, akkor az jobb esélyeket teremtett volna -e szerinted, számított volna-e az, hogy ott a bajnoki mérkőzésen te védesz -e vagy sem? Nem. Nem. A rövid nem. választás. Nem hát röviden, röviden nem, nem, nem számít, Tehát nem, nem az az oka, nem az én ö, teljesítményem, vagy az én edzés munkám egyszerűen, az oka annak, hogy nem védek, az szintán az, az hogy, a, hogy a kapustársam jó véd. Világos, hogyha Andy Lonergen a magyar válogatottban védett volna és egy nagyot hibázik, az sokkal inkább számított volna. Ja. Apropó, mennyire örülsz a kapitány és a stáb hosszabbításának? Örömteli, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy az, a, amilyen munkát végeztünk, a, Ö, ugye, ugye én csak a novemberibe tudtam bekapcsolódni, de amilyen munkát végeztünk ott, és amilyen mentalitást megtapasztaltam, az abszolút azt gondolom, hogy előre tud minket vinni, és egy nagyon biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy a melót be tudjuk tenni, és, és, és az, a, az a nem lesz probléma, az másképp persze, hogy milyen eredményeket tudunk elérni, de ugye nagyon a legtöbb esetben, hogyha hogyha munkát elvégezzük, és, 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 és úgy készülünk fel, és csináljuk a dolgunkat, akkor általában az eredmény az a szokott jönni. Úgyhogy én, én, én örülök nagyon a döntésnek, szerintem, szerintem nem csak én vagyok vele így, úgyhogy, úgyhogy várom, tulajdonképpen remélem, hogy hogy továbbra is számításban leszek, és várom a következő összetartást. Kapus edzőtök, Andrus Jóska szerint, vele beszélgettem itt valamelyik nap, a tavaszi kétmes dönti el azt, a, a, a pontokon kívül is, hogy van-e hit és további, ahogy ő mondta, vakbizalom Dárdai Pál iránt, és ilyen értem ezek lesznek a kulcsmeccsek. te hogy látod? Hát abszolút, én azt gondolom, hogy a, a, ebbe, ugye, ugye a harmadik helyen állunk most, de de ugye simán oda lehet érni a második helyre, és akár vagy, ugye vissza is tehet csúszni, tehát ebből a szempontból abszolút döntő a, 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 a tavaszi, tavaszi mérkőzések. Azonban a bizalom az megvan, és azt hiszem továbbra, továbbra is megvan, tehát a, meg lesz, tehát a azt, azt, amit láttunk a a, a Dárdai pártól, hogyan dolgozik, hogy teszi a dolgát, hogy készül fel az ellenfelekből, milyen milyen taktikát választ, hogy építi fel az, a, a hetet, én azt gondolom, ez nem fog változni. Tehát ez az ez, ez, ez ember nem, nem, nem változik egyik pillanatról a másikra. Tehát ezek döntik el igazából a bizalmat szerintem. Úgyhogy, hogyha a bizalom meg lesz. És ha így készülünk fel, így csináljuk a dolgokat, akkor viszont, akkor viszont én biztos vagyok benne, hogy jó eredményt tudunk elérni. No, Ádám, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és kellemes ünnepeket majd neked még annyit, hogy ahogy azt említetted most, akkor ez egy fontos időszak lesz, a következő egy-két-három hónap, és körülbelül valamikor majd gondolom én, a tavasz elejére kell neked nagyjából véglegesen eldönteni azt, hogy merre tovább, hogy kell-e B-terven gondolkodni meg alternatívákon boltonhoz képest, igaz? Lehet, ö, igen, lehet, hogy korábban, lehet hogy, lehet, hogy majd akkor meglátjuk, mit hoz az élet. de, amit én meg tudok, ö, tulajdonképpen, amit tudok változtatni, amit én tudok csinálni, az az, hogy a jól edzek, és, és ha lehetőséget kapok, akkor, akkor védek. Meglátjuk, hogy mi, melyik az a, mi az a határ, amit, amit, ö, amit meg kell húznom magamnak, hogy, hogy meddig lehet itt ezt csinálni. Hát hálóban gazdag ünnepeket neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ja, köszönöm Szia. szépen. Szia. Kellemes ünnepeket.